Az influenza vírusos megbetegedés, melynek tünetei magas láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi és izomfájdalom, általános levertség, fáradékonyság hirtelen törnek ránk. A betegség az emberek között cseppfertőzéssel vagy közvetlen érintkezés útján terjed. Októbertől március végéig bármikor kialakulhat járvány, de ez rajtunk is múlik. Takarítsunk, szellőztessünk gyakran otthonainkban, öltözzünk az időjárásnak megfelelően, gyakrabban és alaposabban mossunk kezet, fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt, ígyunk minél több vizet, meleg teát, szervezetünknek ilyenkor még nagyobb szüksége van vitaminokra, C-vitaminra és hidratálásra. Kerüljük a zsúfolt tereket, a betegekkel való érintkezést, ha tehetjük, a kórházi látogatást. Köhögéskor, tüsszentéskor takarjuk el szánkat, használjunk papír zsebkendőt. Ha mégis ledöntött lábunkról az influenza, forduljunk orvoshoz, semmiképpen ne recept nélküli gyógyszerekkel, főleg ne antibiotikumokkal próbáljuk kezelni magunk, s valóban tartsuk be a szakemberek utasításait, pihenjünk minél többet. A megbetegedés elkerülésének legbiztosabb módja a védőoltás, ám ezt minden évben újra kérni kell, hisz a kórokozók változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állítanak elő. Influenzában csökken a légutak védekező képessége más kórokozókkal szemben, így gyakran lépnek fel egyidejűleg bakteriális fertőzések. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint az elmúlt héten 11 influenzás megbetegedést jelentettek a házi orvosok. A diagnosztizált heveny felső légúti megbetegedések száma megyénkben 7362 volt, ebből 99 esetben írtak elő kórházi kezelést. A hörkurúttal és tüdőgyulladással diagnosztizált 1609 beteg közül 205 szorult kórházi kezelésre. Ima 8-adra gyűltek össze február 4-e és 9-e között Ledán István lelkipásztor vezetésével kicsik és nagyok, közeliek és távoliak, hogy a Krisztus hívők egységéért imádkozzanak. Az idei ökumenikus ima hét anyagát indonéz keresztények állították össze, központi igéje 5 Mózes 16-18-20 alapján az igazságra és csakis az igazságra törekedj. Ezt az útmutatást követve hangzott estéről estére Isten igéje az egyedi téglaépítésű szószékről vendéglelkészek tolmácsolásában az 1750-ben épült, s 100 évre rá 1851-ben toronnyal bővült kazettás mennyezetű köbölkúti templom falai között. Egy valami kell ehhez, testvéreim, csak annyit, hogy az ember elengedje a saját igazát. Ezt a saját igazságot, amelybe sokszor görcsösen kapaszkodunk, annyira, hogy talán már véres a tenyerünk. Ha el tudjuk engedni, úgy, ahogyan elengedte ez a család, akkor a Krisztus kezét meg tudjuk fogni. József, ki Krisztus előtt, utolsó előttiként szerepel ebben a családfában, az emberi igazsághoz és törvényhez ragaszkodik, akkor Máriát vagy megkövezi, megkövezteti, vagy úgy, ahogyan gondolta, elengedi egy tálólevéllel. Azért, mert emberileg azt mondhatnánk, hogy Mária őt megcsalta, mert nem tőle volt várandós. Félelmeinket levetkőzve ki kell állnunk a világban tapasztalt nyomorúság ellen. Ha valljuk azt, hogy Jézus személyes megváltónk, és tudjuk, hogy ő maga a szeretet, azt is tudnunk kell, hogy Isten szeretete túlmutat minden etnikai, kulturális, faji, sőt vallási határon. Saját érdekeinket félretéve, saját igazságaink kiába valóságának és Krisztus által ránk ruházott emberi méltóságunk tudatában, azzal megelégedve, ami osztályrészünként jutott, mindig Isten igazságát szem előtt tartva, lehet miénk az ígéret. Összegezhető az elhangzottak gondolatisága. Olyan békét kaptam tőled, Istenem, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam.
Nem maradt sok izgalom a mini bajnokok ligája utolsó fordulójára, mivel az elmúlt hétvégén eldőlt, a hatodik kiírást a Tűzoltók csapata nyerte meg, miután a forduló előtt a második helyen álló Bad Boys csapatát fektették két várra. A második helyet a címvédő Csokaj vette birtokába, a harmadikra az Éradon jelentkezett be. Ebben a fordulóban sem fukarkodtak a góllövésben a csapatok, számszerűleg 48 gól potyogott az öt mérkőzésen. A nyolcadik forduló eredményei: Bad Boys Pompieri 2-7, Keresztúr Olaszi, FC Thursday 1-8, Grand Casino Roma FC 4-7, Semjén City SLC Éradony 3-7, No Name FC Csokaj 4-5. Ezen a hétvégén zárul az idei kiírás, szombat délután, február 9-én újabb öt izgalmas meccs vár a székelyhíti sportcsarnokba kilátogatókra. A 9. forduló mérkőzései 16 órától FC Thursday Bad Boys, 17 órától Roma FC No Name FC, 18 órától Keresztúr Olaszi SLC Éradony, 19 órától Pompieri Grand Casino, 20 órától Csokaj Semjén City. Tavalyi év sikere után második alkalommal is megszervezték a Hurka, Krumplis Hurka és Kolbásztöltő Fesztivált Szentjobbon. A régi disznótorok hangulatát idéző rendezvényre az idén 3 magyarországi és 10 helyi csapat nevezett be, hogy összemérjék gasztronómiai kreativitását és elkészítse a legfinomabb ételt. Reggeli után a csapatok elfoglalták a számukra kijelölt helyeket, előkerültek a munkához nélkülözhetetlen eszközök, valamint a titkos hozzávalók, amelyek segítségével igyekeztek még különlegesebbé és ízletesebbé tenni a disznóvágások elengedhetetlen eledelét, a hurkát és a kolbászt. Testvértelepülésünk Szentpéterszeg, ami már több mint 25 éves kapcsolat közöttünk, náluk ez régi hagyomány már. Tudhatjuk is azt, hogy őknek már ritkábban vágnak odahaza házaknál disznót, nem dolgoznak fel, nincsen disznótor, és akkor ez ők náluk minden évben megvolt, mi minden évben ottan voltunk, mindazok mellett, hogy nálunk télen még szinte 5-6 alkalommal, családdal, komákkal, barátokkal együtt vágjuk és készítjük el a finomságokat odahaza is. És a tavalyi év folyamán elkezdtük, nagyon jól sikerült, és akkor azt mondtuk, hogy ezt folytatni kell, nem kell abba hagyni, pláne azért is, hogy vannak olyan emberek, hogyha a faluból eljönnek, akik nem vágtak otthon disznót, még megkóstolhatják is a finomságokat. Itten a mai nap folyamán Magyarországról 3 testvértelepülés van jelen. Itt vagyunk a helyiek, egyházak képviselői, civil szervezetek képviselői, és mondhatjuk azt, hogy bízzunk benne, hogy egy nagyon jó hangulatú rendezvény lesz a mai, folytatni fogjuk tovább éveken keresztül, és nem csak, hogy hagyományőrzésképpen, hanem azért is, hogy lássák a fiataljaink is, hogy csak kell tölteni otthon is még egy kis kolbász, hurkát, mert finom az, amit Szentjobbon készítenek. Az induláshoz a verseny résztvevői ugyanannyi hozzávalót, 3 kg darált húst, 1 kg hurka alapanyagot és 1/2 kg főtt rizset kaptak, majd ezt követően minden csapat a saját ízlésvilága szerint keverte, fűszerezte a megmérettetésre szánt ételeket. A versenyen krumplis hurka is készült, mi pedig a nap folyamán igyekeztünk utána járni, hogyan is készül ez a specialitás, amelynek receptje a vidéken egyik generációról a másikra hagyományozódik. Az hamar kiderült, hogy bár a legfőbb alapanyagok megegyeznek, mégis vannak lényeges különbségek, mind az étel kitalálásának történetében, mind pedig annak elkészítésével kapcsolatosan. A krumplis hurka valójában egy sváb étel,
amit annak idején, amikor betelepítették a svábokat Szentjóbra, tőlük, a szentjóbiak tőlük tanulták. Egy olyan étel, amit valójában ünnepnapokon készítettek. A krumplis hurka egy egyszerű étel. Krumpli, darált hús, petrezselyem zöld és a fűszerek. Meg van töltve, ugyanúgy, mint a kolbász, és megfőzve és kipirítva. Ez az étel egy nagyon különleges étel, amit valójában csak Szentjobon készítenek. Ennek az alapanyagja kolbászhús lényegében, kolbászhús, csak ez egy kicsit szalonnásabb, mint a kolbász, zsírosabb. És megint a másik fő alapanyagja a petrezselyem zöld, ami fontos bele, meg a fokhagyma, ami megint fontosabb, ami nélkülözhetetlen. A különleges ebben, hogy a kis bor is teszünk bele férfi módra, úgyhogy nők lehet nem tesznek bele, de mi férfiak teszünk bele egy pohár bor, ugyanúgy a hasunkba is, meg a tálba is. A nagy sikerű rendezvényről ez alkalommal sem hiányozhattak a testvértelepülések képviselői, akik szintén igyekeztek bemutatni hurka és kolbásztöltési technikájukat, valamint tájegységük jellegzetes ízvilágát. Valamikor 10 pár évvel ezelőtt Szentpéterszegen futottam össze Józsi polgármester barátommal, ott ismerkedtünk össze, ott lettünk, ott kötődött ez a barátság, ez a szeretet. Ugye mi Gáborjániak vagyunk, Szentpéterszeg mellett egy kis település, 900 fő lakossal, és ez a barátság odáig fajult, idézőjelbe, hogy megkedveltük egymást, összebarátkoztunk, és a rendezvényeinkre meghívogattuk egymást közösen. Ha nálunk volt rendezvény, akkor én hívtam Józsit, ha nálunk volt rendezvény, ő hívott minket. És ugyebár ez a disznótoros fesztivál, ez a másik disznótoros fesztivál, hát ebben igen jó segítség vagyok, mert igazán az első szakmám az hentes. Úgyhogy tegnap átjöttem 9 óra magasságába, és előkészítettük ezt az egész mai napot. A Gáborjáni hurkának, a kolbászok különbsége talán az, hogy én már 30 éve csinálom ezt. Míg nem voltam polgármester, ebből éltünk, egy húsfeldolgozón volt, vagyis van otthon. Hát a kolbász, a különlegessége az, hogy nincs különlegessége, mert csak a hagyományos receptet csináljuk, sóbors, paprika, fokhagyma, mint valamikor régen is. Hát meg ugye maga az, hogy ezeknek a drága fiatal asszonyoknak a lelkük is benne van ebbe, meg még nem tudjuk, hogy mi. Délután jó hangulatú muzsika és nótaszó mellett kezdődött el az elkészített ételek kóstolása Csávás Sándor Békés Csabáról érkezett zsűri elnök vezetésével. Ezt követően díjazták a legügyesebb csapatokat. Szeretettel köszöntöm az ÉrTV nézőit. Ma esti értékarovatunkban Nagyfalusi Évával fogunk megismerkedni. Őt köszöntjük ma itt a stúdióban, aki a Székehídi Gyermek Jézus Otthon vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét, Éva! Köszönjük szépen, hogy ellátogatott ide a stúdiónkba. Mondhatnám, hogy különös apropója van a mai beszélgetésnek, de hát néhány hét azóta már eltelt. Viszont úgy gondolom, hogy csak említésre méltó lenne megkérdezni, hogy ön, mint aki fél éve érkezett Székehídra a Gyermek Jézus Otthont vezetni, hogyan élte meg a pár hete történt Magyar Kultúra Napi Jótékonysági Bált, ami egy elég nagy volumenű rendezvény? Így van. Ez egy tényleg egy csodálatos este volt, úgy emlékszünk vissza mindannyian. Ugye izgatottan készültünk. Ugye a téli szünetről épp visszajöttünk a gyerekekkel, és
hát hallottuk, hogy egy pici kis előadással majd a gyerekeknek is ki kell állni, úgyhogy van egy napközi csoportunk, és annak a napközi vezetőjét, őt kértük meg, hogy erre a kis műsorra készüljön a gyerekekkel. Hoztunk napközis gyerekeket is, hoztunk bentlakó gyerekeket is, és hát együtt izgultunk, hogy minden jó sikerüljön. Na most ezzel párhuzamosan, hogy a Csaba testvér is meg volt hívva, ez most egy különleges év volt számunkra, mert idén ünnepli Csaba testvér a 60. születésnapját. Úgyhogy ő ugye január 24-én született, ez a bál pont előtte volt, gyakorlatilag 5-6 nappal, és hát vendégeket vártunk, akik köszönteni szerették volna Csaba testvért, illetve mi magunk is ugye vártuk Csaba testvért, hogy fel tudjuk köszönteni, és utána gyönyörű befejezése volt ennek a alkalomnak, hogy mindannyian eljöttünk a bárra, idén többen jöttek a munkatársaink közül is, és hát hajnalig gyakorlatilag itt ünnepeltünk Csaba testvérrel. A gyerekek milyen visszhangot adtak az esemény után? Igen, a gyerekek nagyon készültek, hogy minden jól sikerüljön. Az előző években csak a bentlakó otthonból voltak itt gyerekek, most ebbe az évben a napközisek közül is hívtunk, és hívtunk segítséget is, végül is Budapestről, Tihanyi Danit, aki az előző éve már egy évet nekünk díván segített. Ő ugye egy képzett színész, aki nagyon jól tud gyerekekkel együtt dolgozni. Szerintem két nehezebb dalt választottunk, de Dani egy kicsit ráerősített erre a produkcióra, tehát ő nagyon ügyesen a gyerekeket instruálta, hogy jól menjen ez a kis produkció. Az előző elég sok évben a díván tevékenykedett. Ott miben állt az élet? Összességében végül hasonló, miután ott is ugyanúgy szegény sorsú gyerekeket nevelünk. Én ott nevelőként dolgoztam, tehát az első időben 10 fiúval laktam együtt, egy kis családi házba. Az utolsó időben nagyon sokat foglalkoztam vendégekkel, támogatókkal, akkor 6-7 fiú volt nálam. Tehát én életmódszerűen ezekkel a fiúkkal együtt éltem, és az volt a feladatom, hogy őket neveljem. Voltak olyan gyerekek, akik ugye elsősök voltak, mikor én oda kerültem, és a 8 év után ugye a 8-ból elballagtak, vagy akik 5-esek, azok leérettségiztek közbe. Voltak, akik megnősültek, úgyhogy nagyon sok érdekes dolog történt. Na most ide költözve Székelyhídon nyilván mégis más itt az élet, miután itt egy hatalmas kastélyba vagyunk, ez egy sokkal létszámában ugye kisebb gyerek otthon, ami jó, mert sokkal családiasabb, jobban tudunk a gyerekekkel foglalkozni, viszont az épület, a park, a terület, ahol vagyunk, az viszont sokkal-sokkal nagyobb. Én eredetileg Budapestről jöttem, ott, ahol egy nagyon szűk térbe dolgoztam, laktam, voltam beszorítva, és ehhez képest ezt fantasztikusnak találom, hogy egy ekkora hatalmas park van a kastély mellett, hogy a szobáink, a helyiségeink ilyen nagyok. Még akkor is, hogyha ez nagyon nagy feladatot ró ránk, hogy tisztán tartsuk, hogy rendbe tartsuk, karbantartási munkákat csináljunk. Milyen feladatkörből jött át ebbe a gyermeknevelés, gyermekotthonvezetés feladatkörbe? Én eredetileg közgazdásznak tanultam Budapesten, marketingesként dolgoztam, és marketingesként is projekteket menedzseltem. Termékeket, márkákat vezettem be, különböző promóciókkal, reklámokkal foglalkoztam, üzletet építettem. Ilyen értelemben végül is hasonló a munka, egész egyszerűen itt nagyon más célért dolgozunk, és nagyon más eszközökkel dolgozunk, de szerintem a módszerek, ahogy szervezünk dolgokat, ahogy munkatársakkal dolgozunk, delegálunk, vagy akár gyerekekkel való életet szervezünk, az nagyon hasonló ahhoz, ahogy a marketingbe mennek a dolgok. Amikor pár évet már dolgoztam Pesten marketingesként, akkor egy olyan 4-5 év után fogalmazódott meg bennem, hogy végül is én mást is csinálhatnék az életembe. Láttam, hogy végül is azzal olyan sok pénzt kereshetek, hogy egy nap anyagilag is megengedhetném ezt magamnak, hogy csináljak valami olyan munkát, amivel talán nem olyan sok pénzt keresek, de ami sokkal nagyobb örömet okoz, illetve hogy sokkal fontosabb célokért dolgozzak. Fontosabb célokért, mint profitért, mint forgalomért, mint piacrészesedésért, és valahogy, hát én azt gondolom, hogy ez mindenképp a Jóistennek is az indítatása, vagy a munkája, hogy valahogy Csaba testvérhez vezetett.
Hogy ment ez a Csaba testvérhez vezetés? Hát ez nálunk az alapítványnál nagyon egyszerű, és végül is az én esetemben is. Gyakorlatilag Csaba testvért föl lehet telefonon hívni, vagy lehet neki e-mailt írni. Én személy szerint a pesti irodába. Tehát van egy dévai alapítványunk, és van egy budapesti alapítványunk. Én ugye budapestiként a pesti alapítványnál jelentkeztem, és ők egyszerűen dévára irányítottak. Volt ön azelőtt déván? Voltam, de 20 percet voltam. És talán ez szerencsés is volt, mert hogyha pontosan láttam volna, hogy ez hogy zajlik, lehet, hogy nem mertem volna oda menni. Tehát egy nagyon pici ismeretem volt, illetve azért el tudtam ezt azért képzelni, hogy milyen lehet ez, de mégis mikor az ember ott van, és 24 órában ott van, és először, vagy előtte nekem, hogy a Pesten volt egy lakásom, ha én a poharamat leraktam, az a pohár az ott állt, és volt egy munkahelyem, és volt szabadidőm, volt magánéletem ehhez képest, mikor dévára kikerültem, akkor hirtelen 10 fiú vett körbe, és ha a poharat leraktam, az a pohár 2 percig sem maradt ott. De én azt gondolom, hogy amikor egy anya szül, neki ő is ugyanezt éli meg, csak egész egyszer neki van egy hosszabb ideje erre fölkészülni, illetve azért nem 10 gyerek lesz ott hirtelen körülötte. Mi volt az a pillanat, amikor ön azt megérezte teljes egészében, hogy hú, na, most azt látom, most azt érzem, amiért idejöttem és amiért váltani akartam. Én azt gondolom, hogy bármit csinálunk, végül mindenütt vannak nehézségek, de vannak örömök, ugyanúgy. Tehát a marketingesként dolgozni, az se volt egy egyszerű dolog. És nevelőként dolgozni se volt egy egyszerű dolog. Legalább 6 hónap, az első 6 hónap azért az nagyon nehéz, nagyon kemény időszak volt, de azt arra nagyon emlékszem, amikor az első szallagavató volt. Tehát mindjárt az első évben egy 20 éves fiút kaptam, aki 12-es volt, és ősszel, valamikor talán november végén volt a szallagavató, és az ő családjából, tehát a biológiai családjából senki nem volt ott. Az édesapja az nem is élt egyébként, az anyukája nagyon messzire, a testvérei is más városban voltak, és emlékszem, ahogy ott álltak előttünk, hogy az érettségire készülve, gyönyörűen fölöltözve, és hogy csak mi álltunk ott vele szembe, hogy ez azért milyen jó érzés volt, hogy tudtunk ennek a fiúnak ennyit segíteni, hogy ő most ott áll büszkén szépen egy öltönybe. Ezekről a dévai évekről, tapasztalatokról írt ön egy könyvet. Igen, ez régi álmom volt. Déván mindig mondtuk, hogy annyi minden történik velünk, és igazából itt Székelyhídon is ugyanígy mondhatjuk, hogy 10 regényt is tudnánk írni. Tehát az életünk regényes, mert hetente annyi minden történik velünk. De mindenki csak mondta, hogy tudnánk írni, és ahogy teltek az évek, végül is egyre több élmény megfogalmazódott, egyre több sorsot, gyereksorsot. Ugye már akkor 6-8 éven keresztül tudtam követni. És akkor azt gondoltam, hogy mielőtt Déváról elköltözök, milyen jó lenne ezt egy regénybe összefoglalni. Tehát ez nem egy élménybeszámoló, vagy ez nem az én visszaemlékezésem, ez egy kitalált regény, ami a dévai élményekből táplálkozott. Egy konkrét gyerek, akinek a neve, az életkörülménye meg van változtatva, de ugye a nap végén ő Déván ott élt velünk, most is ott él Déván. Ennek a kisfiúnak, akit Hunornak nevezek a regénybe, Hunornak a történetét követjük egy éven keresztül, aki azzal az Éva nevelővel, aki a regénybe beszerepel, aki nyilván saját magamból az élményeket saját magamból merítettem, ezzel az Éva nevelővel lakik együtt, és próbálja megszokni ezt a dévai életet, és próbál a között dönteni, hogy hol jobb otthon, a rendezetlen életbe, vagy Déván, ahol új esélyeket kap, és ugye a gyerekek sokáig úgy érzik az első időben, hogy választaniukkal, vagy a szüleikkel vannak, vagy velünk. Pedig mi soha nem kényszerítjük őket választásra, mert ez a kettő egymás mellett van. Ez a kettő kiegészíti egymást. Székelyhíd jelenleg hány bentlakót számlál? Most 18 gyerek lakik velünk, pont karácsonykor még fogadtunk be 2 gyereket, tehát előtte 16 volt, most 18 kisgyerek van velünk, illetve van napközisünk, napközis csoportunk, ott eddig 25-en voltak, de őket is most 30-ra
Tehát fogadtunk be a napközibe is gyerekeket, és akkor így a létszám 30-ra növekedett. Nekem Déván 5 éves volt a legkisebb fiú, akit neveltem. Jobban ott inkább nagyobb fiúk voltak nálam, 5-estől fölfele liceumisták is. Itt ez pont fordítva van, itt ugye 3 éves most a legkisebb, 2 kislány, aki velünk van, illetve most van egy 4 éves kisfiú. Ugye én már most napi szinten nem lakok a gyerekekkel, hanem házvezetőként összefogom, de amikor a nevelők szabad hétvégére elmennek, vagy pont most a fiú nevelő cserélődik a csapatunkba, most akkor erre a 2 hétre én vagyok a nevelő, és most akkor napi szinten ott vagyok a gyerekekkel együtt. Januárban mindannyian szabadságra mentünk. Én is személy szerint 2 hetet fönt voltam Budapesten, a saját lakásomban, ahol nyugalom van, ahol magam vagyok egy picit. Van időm jobban átgondolni a dolgokat. És utána már nagy örömmel jöttem vissza Székelyhídra. Vannak-e már tervek, megformálódott tervek, irányok, hogy akkor az idei év, amiben ilyen frissen sikerült megérkezni, az hogyan fog zajlani? Igen, mindenképp, tehát ezt nagyon pontosan látjuk előre. Én ugye menedzserként abba hiszek, hogy egy célt úgy tudunk elérni, ha pontosan látjuk, mert akkor tudjuk, hogy merre akarunk menni, ha nem tudjuk, hogy merre akarunk menni, nagyon nehéz arra menni. Az egyik célunk az, hogy egy stabil csapat legyen a gyerek otthonba. Tehát, hogy kevésbé váltogassuk a munkatársakat, fölálljon egy olyan csapat, ahol mindenki érti a feladatát, arra fölkészült, és tudja automatikusan csinálni. Számomra ez a legfontosabb. A második feladat, hogy szeretnénk még otthonosabbá tenni azt a környezetünket, ahol lakunk. Ugye van egy nagy parkunk, szeretnénk, hogy azt sokkal jobban ki tudjuk használni a gyerekekkel, tehát, hogy már a tavaszi időszaktól akár ott kint sokkal több időt el tudjunk tölteni nyáron, kint tudjunk étkezni, a vendégeket is le tudjuk kint a parkba ültetni, egy szép környezetbe legyünk, a természetbe. Számomra ez különösen fontos. Illetve közben, hogy a csapatestvére különböző viták folynak, vagy beszélgetések, hogy az épületet illetően hogyan menjünk tovább. Ebben nincs még döntés, tehát ilyen értelemben a főnökömre várok, hogy majd egyeztessünk, hogy a felújításokkal hogy menjünk tovább. A negyedik dolog, amit még rövid távon folytatunk, hogy az épületnek az állag megóvását. Tehát nyilván egy épületet, hogyha használunk, ott dolgok tönkre mennek. És a strandról átjött egy karbantartó hozzánk a téli időszakra, ami számomra egy nagyon nagy segítség, és megyünk szobáról szobára, és amik elromlottak, vagy amit újból kell festeni, akkor azt hozzuk rendbe, hogy ez az épület szépen megmaradjon. Az a rész, ami már föl van újítva. Én amit csináltam életemben, mindig hosszabb távra csináltam, abban nem hiszek, hogy pár hónap alatt így meg tudunk dolgokat változtatni. Tehát mindenképp pár évre szükség van, hogy elinduljon, hogy én is beindítsam a dolgokat. De abból adódóan, hogy én már előtte is, hogy több helyen éltem, különböző országokban, végül nyitott vagyok arra is, hogy akár tovább költözzek innen egy adott pillanatban, hogyha csapatestvére ezt kérné. Tehát ugye sok otthonunk van, sok helyen szükség van vezetőkre. Ez ki fog szerintem idővel alakulni. Mindenképp nekem az a Déván is az volt, illetve hát itt is az a vágyam, vagy azt szeretném, hogy valaki olyanra hagyjam utána itt, aki át tudja ezt tőlem venni, és tovább tudja vinni a dolgokat. Mi hálásak vagyunk azért, hogy a közösségekbe befogadják a gyerekeinket, a székelyhídiaknak is, mindenkinek, aki segít minket, és azt kérjük, hogy a Jóisten áldja meg őket, és ő fizesse vissza nekik ezt a segítséget, amit nekünk adnak. Én megköszönöm a beszélgetést, köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet, találkozunk a következő alkalommal. A viszontlátásra!